Ez a teljes terjedelem. Magyarország első futball podcastja. A mai adásban Haraszti Ádám és Bognár Doma. Sziasztok! Ezen a héten hármasban vagyunk. Úgy hármasban, hogy itt van Bence, itt van Ádi, és itt vagyok én, mert Tibi síjel. Jó síjelés, Tibi. <laughs> Egyébként se négyesben, szerintem, de. <laughs> Igen, nincsen négy mikrofonunk. Vagy a régieket visszahozhatnánk esetleg. Például. Nekem még megvan egy otthon. Uh, hét pillanata rajtként right legyen az, hogy... Te mit mondtál, Bence, neked melyik lesz? Foden. Foden, Úgy jó, az... akkor, akkor menjünk szériával szerintem. Ádi, nálad mi volt a hétvége pillanata? Igen, a hétvége pillanatának azért általában igyekszünk pozitív dolgokat hozni. Én végül is valamilyen szinten pozitív. Hát maximum itt egy olyan ítélete volt Márko a pénteki Láció Milán mérkőzésen, amelyért végül is, Ugye utólag kapott dicséretet is, de hát aztán összességében, amit produkált a mérkőzésen, nagyon érdekes dolog, és nagyon kíváncsi vagyok egyébként a véleményetekre ezzel kapcsolatban, mert ugye. Piros lapokba torkolott végül is a mérkőzés vége, amiért Dibello utólag egy hónapos, hát nevezük eltiltásnak, vagy nem is tudom szabadságnak. J jegelésnek <laughs> Igen, hívni Jutott neki, az ugye alig, hanem elsősorban a három piros lapot, amit készített a mérkőzésen, de közben meg összességében, ha megnézzük a három helyzetet, mindegyik alapvetően indokolható volt, meg nem gondolom, hogy túlzásba esett volna. Az más kérdés, hogy a mérkőzés valóban kicsúszott a kezéből, de ez meg azért valahol nekem inkább úgy tűnik, hogy a lációjátékosok túl magas vérnyomásának volt. Közben

Az biztos, hogy volt ugye egy furcsa ítélet az első fél időben, ami azért sokak számára vita alapot jelentett, meg volt is róla szóztán bővebben a későbbiekben, és ugye mennyian elcsúszása, aminek a végén letarolta a Jánoszt, ami viszont egy tényleg fura szituáció volt, mert ugye nem is látta a még akkor, amikor elindult a labdáért a labdát, elrúgta, sokkal később találkoztak. Kászta is, mint hogyha ment volna az irányába, csak mindig az az érdekes kérdés, hogy akkor ezt például a mezőnyben lefújták volna-e, vagy sem, az kétségtelen, hogy azért összességében látva ezt a szorít utólag, azt hiszem nyugodtan mondhatjuk, hogy jó döntés az a Dibello azzal, hogy ezért nem adott 11 -es aztán ott volt ugye a második fél Luca Pellegrini nagyon hülye kiállítása, amiért viszont Pellegrini alapvetően magát kell, hogy okolja, mert ugye nézet is nagyon hátra a játékvezetőre, volt egy furcsa helyzet, amikor Castellanos elesett ott a felező környékén, és Dibello már a szájába is vette a sípot, de végül is nem fújt. Ment tovább a játék, Pulisic közben meg meglépett volna a labdával, úgy ráadásul Pellegrini mellett, hogy gyakorlatilag egyenesen mehetett volna a kapura. Pellegrini ezt nyilván nem hagyta, lerántotta, volt is már ráadásul egy sárgája, még lehet, hogy akkor se lett volna túlzás a dolog, hogyha egyből pirosat kap, de így azt mondom, hogy ez egy teljesen vállalható ítélet. A dologban nyilván az a fura, hogy akkor még csak lehetőség sincsen persze az ítélet visszanézésére, de ezen egyébként csak gondolom, hogy nagyon változtatni kellett volna, mert tök egyértelmű volt a lerántás, ment még a játék, tehát itt tényleg Pellegrini volt a hülye. Aztán már a meccs végén, ugye, hát így játszott jó fél órát ember hátra, a láció. A Milán nagy nehezen ugye behúzta végül is a meccset. bokafornak sikerült a 88. percben szerezni egy gólt. Volt ott is egy cit, ugye, Rafa meg nem adott gólya, amikor centikre lógott be a védők mögé, de az is elég egyértelmű volt. Tehát, ugye, még hogyha egy 15 perccel később is mutatták meg a közvetítésben a képet, ami bizonyította, hogy Rafa Leo lesen volt, de valóban lesen volt, csak megnyerte a Milán a meccset, csak még ott a végén. Aztán volt két ugye, további kiállítás, először Márosics egy levegőben való lökésért kapott azonnal pirosat, ez már ugye érdekes történet megint csak, de ugye ott volt a vartát, hogyha lett volna ellenvetése a segítőjének, Dibelónak, akkor azt nyilván közölették volna vele, nem történt ott még aztán ö, külön ö, hívás sem, mondjuk jobb, hogy nem ismertem, ez már a 94. 95. perc volt valami ilyesmi, és akkor még a végén ugye ott volt Gendozinak is a második sárga lapja, megint csak egy ilyen furcsa szituáció, ugye Pulisic rángatta meg őt, akkor Gendozi visszalökött, Pulisic is kapott egy sárgát, de Genduzit ez olyan nagyon már akkor nem vigasztalatta, mert hogy ő is mehetett az öltözőbe, az egész meccs nagyon furcsa volt egyébként ebből a szempontból, mert volt egy tök jó fél ideje a Lációnak az első játék részben, amikor teljesen tacsra tették a Milán játékát, semmit nem tudtak velük kezdeni, aztán nyilván mindent tönkretett az ő szemszögükből az, hogy kiállították Pellegrinit, így is voltak helyzetei a Lációnak. Tényleg nagyon furcsa mérkőzés volt, azt hiszem ez a legjobb, amit elmondhatunk ezzel kapcsolatban. Most akkor Dibello meg érdemele tényleg ilyen egy hónapos, nem tudom, parkoló parkolópályára tételt, mindezért lehet, hogy a dologban az is belejátszik, hogy volt ugye neki még a szezon elején egy ilyen meg nem adott 11-es története a Bologna-Juve mérkőzésen, amiért szintén megtalálták, akkor már volt egy ilyen pihenője. Csak meg, hogyha így értékelsz egy játékvezetőt, akkor hogy kerül oda egy ilyen rangadóra, nem tudom. Nagyon furcsa ez az egész. Én kicsit sajnálom Dibellót, az biztos, hogy nem volt egyszerű helyzetben. Milyen egy gyorsan lehet, döntést hogy... hoztak ebbe. Igen, igen, se... ez is egy érdekes dolog, de közben meg nyilván most vitva cakoljanak, hogy mennyit kell ezzel rágódni vagy sem, nem tudom. Igen, ez is egy érdekes dolog, meg hogy ki fog fellebezni ezzel kapcsolatban Dibellon kívül, valószínűleg senki, mert ugye Lotito <laughs> már nagyon beleállt itt rögtön a mérkőzés lefújása után. Hát én azt hiszem, hogy ez a szerencsétlen véletleneknek a találkozása azzal, amikor tényleg kicsúszik a játék kezéből minden, és ez szül egy ilyen abszolút szörny mérkőzés formájában, ahol mindenki kizárólag a bírói döntésekre, meg ezekre a szituációkra emlékezik, nem pedig a magára a focira én azt gondolom, hogy az a, a, elég súlyos eltiltás, ez valószínű itt már a visszaesőségnek de, a, a, az eredménye, de hát attól függetlenül egyébként hogyha te egy hónapra tényleg kiállítasz valakit, aki amúgy egy első osztályú topligás játékvezető lenne akármilyen szerepkörben, szerintem ott akkor esetlegesen el lehet gondolkodni azon, hogy eleve az ő kiválasztása hogy van, és hogyha ennyire nem bízol benne, akkor egyáltalán miért kerül oda. Ha meg oda került, akkor ne csodálkoz, hogy végül is ez lesz az eredménye összességében. Úgyhogy ez minden oldalról, meg minden szempontból problémás. De de tényleg szerintem. Elég... Amit a játékosok szeretnének látni, hogy következménye van a bírói hibának, meg az egyzőknek. Az meg, tehát meg azon az a nehéz az egészben, hogy oké, az nagyon rosszul mutat. Három piros lap ugye 12 éve nem volt ilyen a szériában, de közben meg most egyesével nézve az ítéleteket nagyon számon kérni. Tényleg a maximum az, hogy a játékos szerencsétlen véletlen. Igen, vagy, hogy igen. tényleg ennyire felgyűlöm lett mind, mert ez, ez, mind azt a képet kelti, mint hogyha itt tényleg valami horribilis kaszállás lett volna száz nem tudom hány percen keresztül. Tehát Egy maximum tényleg bocsánat, azt lett szerintem tényleg a ránézően negatívan megegyezni, hogy valószínűleg tényleg olyan a játékosokkal kommunikált, az is valahol eredményezte ezt az egészet, de közben meg, igen, valahol azért ezt a dolgot túlzónak érzem. Szári, hány szűrőt rágott el közben? Szóval az összeset. <laughs> kicsit lehetett. maga körül biztos már gyűltek a kis darabkák. Jó. Bence, ne te mond, én mondom inkább, mert utána úgyis az lesz a nagy téma majd. nekem már Angliából van igazából, de nem a Premier League-ből, hanem kicsit lejjebb. Hipster Cats, ez a helyzet. Ez, ennél hipsterebb nincsen szerintem, tehát hogy ugye ez egy ismert sztori az MK Dons az átköltöztetett franchise, ami Wimbledonban létezett. A Wimbledon jó csapat volt, és Premier League-ben is szerepelt, aztán elvitték a városból a szurkolók elképesztő ellenállása ellenére is, és lett nem sokkal messzebb egy másik csapat, az MK Dons, a Wimbledon megszűnt, de a szurkolók újra alapították a klubot, és a legalsó osztályból elindultak. A futballmenedzser szerintem látták ugye a mezeiket, nagyon sokáig ugye a futballmenedzser volt a főszereplő. Ja, igen igen, igen. És voltak ilyen elképesztő győzelmi szériáik is ebben a fölfelé kapaszkodásban. Hát most már egy osztályban szerepelnek ők ketten, és bár volt korábban már rangadó Wimbledon M.K. Dons, ami tényleg a lehető legnagyobb összecsapás, most összejött az, amire a Wimbledon szurkolók szerintem a kezdetektől fogva vágytak. Egy hosszabbításban szerzett góllal végül 1-0-ra nyert a Wimbledon az M.K. Dons ellen. Régen csináltunk már ilyet, de most lehet, hogy bevágom azt a kommentárt majd ide, amelyiket a Wimbledonos kommentátor bemutatott itt a volnál. Ugye az egész MK -donsz. Már eleve a neve is, ugye Milton Keynes, Donc az a Wimbledonból van. Ugye a Wimbledonnak volt a beceneve a Donc annak idején, ugye ebből. Tehát az egész egy ilyen tényleg szörny szület ez a legjobb kifejezés ezzel kapcsolatban, hogy, hogy kerül egy ilyen klub egyáltalán. Á, az egész katasztrofális, viszont a sztori az meg nagyon szép, mert ez kicsit olyan, mint a United of Manchester például, tehát hogy láttunk már ilyen klubokat. Van ahol... egy United of Manchester mezem. Ó, nem hiszitek el. Hmm. Abba kellett volna jönni. Hmm. De lényeg, hogy ez egy tényleg baromi jó kezdeményezés, jó látni az, hogy már itt tart egyáltalán ez az egész, és igen, azért ennek a tábornak ezt a pillanatot megélni, azt gondolom, olyan dolog, amire nagyon-nagyon régóta vágytak. Még úgyis, hogy valóban ugye találkoztak, azt hiszem, kupában már ugye korábban, amit kényszer. Igen, igen. Most a League Two-ban, tehát a negyed osztályban csaptak össze. Olyan érdekes, nyilván minden futballkultúrának megvannak az efféle különleges rangadói, de Angliában milyen elképesztő agyament dolgokon tudnak csapatok egymásnak menni meg szurkoló táborok Hát tehát az, ez a... teljesen logikus, ez nem agyament. Hát de ne, inkább csak úgy értem, hogy ez a történet megtörtént, és hogy ennek eredményeképpen alakul ki két klub között egy ilyen ellenállása. Önmagában ez teljesen szürreális. Most nyilván teljesen más, de hogy a, a Crystal Palace meg a Brighton szurkolók, hogy ő, ő, ők mitől mennek egymásnak konkrétan az utcán. A Roberto de miért tud úgy hivatkozni a sajtótájékoztatót előre, hát ez a szezon legfontosabb meccse, hogy itt nyerjünk, és ez nagyon fontos, tehát ezek ilyen, csak azért, mert az angol futballban ez a valakinek mindenféleképpen meg kell legyen az ellenségképe. Ez Most itt. közvetítettem nagyon... Chelsea-Leeds United-ot az FA-kupában, és ugye a 70-es döntő óta vannak ők szendvicsbe, amikor a minden idők legbrutálisabb meccseként tartják Roby számon, is azóta, is és azóta ők ellenségek, nem ellenfelek ellenségek. Ne az a Wimbledonnal kapcsolatban nyilván, most gondolom azért a legtöbben, akik hallgatnak minket, tudják, de hogy a 90-es években ugye Premier League csapat volt, ha csak azt mondom, hogy Vinny Jones, akkor azért már nagyjából képbe tudjuk helyezni a hallgatóinkat, hogy elég komoly játékosaik is voltak, és nagyon tényleg egy popkulturális, nem tudom, elem volt gyakorlatilag Nagy-Britanniában, aztán ehhez képes lett ilyen sanyarú sorsa ennek a klubnak, úgyhogy én meg tudom érteni a Wimbledon szurkolókat. Bence, hét pillanata, hát, hogyha már derbik, meg ellenállásuk, akkor egyértelműen a Manchesteri derbi emelkedett ki szerintem a legerősebben itt a hétfégi felhozatalból, és nagyon nem mentem messzire a hét pillanatával, mert választhattam volna mondjuk Fodennek az első golját is akár, mert nyilván az volt a sokkal szebb, főleg úgy, hogy a Rashford találat előtte az egy másik irgalmatlanul nagy bomba volt, és az, hogy egymás után két ilyen gól összeért egy meccsen, az nagyon különleges, de én inkább a másodikat mondanám, azért, mert Foden idén már a sokadik nagyon-nagyon fontos gólját szerezte a Manchester City-ben. Rengeteg szerez vagy első gólokat, vagy olyan második gólokat, amik számítanak döntetlen állásnál és ez megint csak ugyanaz volt, amit már idén hosszú hónapok óta láthatunk. Nem Erling Holland lépett előre, nem Kevin De Bruyne lépett előre, nem Bernardo Silva vagy Julian Álvarez, hanem Foden volt az, aki dönteni tudott és bevitte a, a legfontosabb találatot, úgyhogy... Azt mondta Guardiola, hogy szerinte jelenleg a legjobb játékos a Premier league -ben. Egész pontosan azt hiszem, azt mondta, hogy a, a szezon legjobb Premier League játékosa az, amit ő, az a, az a cím, amit Fodennek oda kéne adni, és őszintén megvalva egyébként én ezzel egyet tudok érteni. Nyilván még attól függ, hogy hogyan lehet igazán jól narratívát gyártani, mert hogyha mondjuk az hát megy. bemegy. Ja akkor... nem, bocsánat, azt hittem, hogy arra gondolsz, hogy a Gerett is ott ült a nézőtér, mutogatták ja. is erőteljesen. Úgyhogy ha narratívát szeretnénk gyártani, pláne egy a a együtt, akkor ez például egy tökéletes lehetőség. Abszolút, csak hogy itt a, a szezon játékos, ez nem nagyon számít, mert, mert mondjuk, hogyha Befut a Liverpool, akkor nyilván Szállának, hogy Alexander Arnoldnak adják, hogyha az Arsenal befutna, akkor Saka, Rice. Ha a Manchester City fog befutni, akkor viszont szerintem tök egyértelmű, hogy, hogy neki kéne kapnia. Hm. Nem tudom, a Liverpoolnál szerintem a sok sérülés, meg a hiányzások, meg Afrika Kupa, meg mind azért befolyásolja, hogy ott lehet-e bárkit ilyen egyértelműen választani. Foden, ugye 18 gólos, ilyen erős szezonja még soha nem volt. És amikor, amit mondtál, hogy amikor Holántól várnánk a, a gólt, most az, hogy a végén betalálhatott már a térdén járt a United játékosok fele, az egy dolog, hogy akkor gólt tudsz lőni, de hogy ilyen fontos pillanatban az első gól az magáért beszél, mert Rashfordéra ráduplázott egyet, most azt, hogy melyik volt ez, eszembe, azon lehet vitatkozni. A, második a gólok pedig... persze, gól nyilván fontos, de közben hogy egyébként is a játékos teljesítménye, és nem csak ezen a mérkőzésen, hanem valóban az egész szezonban. Nyilván, mikor ilyenekről beszélünk, azt is hozzá kell tenni, hogy azért a szezon java, meg legfontosabb része most következik még csak majd. Úgyhogy ebből a szempontból nem kell aggódni talán a Liverpooli játékosok miatt, hogy most jönnek azok a pillanatok, amelyek igazán számíthatnak majd, és mondjuk súlyozottan esnek számításba akkor, amikor a szezon végén beszélünk majd arról, hogy ki lesz a, az év ja, Csak hogy konkretizáljam, amit mondtam, a Nottingham Forest ellen az első gólt az Everton ellen ülőtte, az első gólt, a Brentford és a Bournemouth ellen ülütte a Manchester City és a mérkőzés első góljait is. A, tehát a nem ellen, ami egy döntetlenre végződött, ott szerezte a második gólt, ami abszolút számított, és akkor még most ez a dupla, ami gyakorlatilag önmagában megfordította a Manchesteri derbit, úgyhogy ennél nagyon játékos hatással, hmm. nagyobb mértékben nem tud lenni a saját csapat a teljesítményére. És a Match of the mondta valaki, hogy a első gólnál, igen, tehát hogy a távoli lövésnél azt hiszem, hogy még lepasszolhatta volna akár holannak, és hogy lehet, hogy egy korábbi, de lehet, hogy a második óra mondták ezt, hogy egy korábbi évben az simán lepasszolta volna. Viszont hogy az utóbbi időben erre utalt a gólöröme is, hogy annyit lövöldöz hogy snipernek becézik. <hül> és hogy lett belőle egy olyan játékos ilyen versenyhelyzetben, meg ilyen közegben, ilyen játékosok mellett, aki még onnan is ki tud emelkedni, és ott is magára vállalja azt, ami sok helyzetben nagyon kell a Citynek, amikor ilyen védelmeket kell föltörnie, mint a Manchester United. Ez, ez valahol önbizalom is, tehát hogy pont ami abból fakad, hogy nyilván főszerepbe kellett is kerülnie itt az utóbbi hetekben, hónapokban, tökéletesen élt is vele. Szenzációs formában van, és az, hogy nem gondolkodik, hanem magától érteted, hogy igen. Ezt el tudja vállalni, el, kell vállalni egy ilyen helyzetben, és ilyen eredménye tud lenni. Na nagyon izgalmas az ő idei szezonja mert az első hónapok azok azzal teltek, például az Athletiken, amik ilyen belsős információkra alapuló cikkek voltak, hogy mivel sokkal centrálisabb, sokkal többet játszik centrálisabban, ezért Guardiola most már tényleg számon kéri rajta azt, hogy ne legyen folyamatosan minden egyes esetben az első gondolata az, hogy lőni kell, menni kell, passzolni kell, cipelni kell leginkább az, ami benne volt nagyon erősen fölfelé a labdát is cselezgetni, hanem néha álljon meg egy picit, legyen benne türelem, nézzem föl, hogy tényleg az, amit egyszer valamikor még beleláttak, hogy a David Silva pótlékja lehet a Manchester City-nek, hogy azért az ilyen szempontból is valahogyan jelenjen meg a pályán, mert szükségük van rá, elfogytak ezek a játékosaik a szezon első felében. Aztán közben meg, ahogy Igazából előrébb kellett lépnie, és felelősséget kellett vállalnia, önbizalmat tudott magára szedni, hogy igenis, csak mindegy, hogy ki van itt mellettem. Amikor nem volt a Debrayne, meg a Holland, akkor is én döntöttem el a gólokat, és közben meg most visszajött a Debrayne és a Holland, és így is, amikor megvan teremtve nekem a lehetőség, akkor így is el tudom dönteni a, a gólokat. Úgyhogy neki ez, ez minden szempontból egy ilyen szintlépés, meg fejlődés. Ez itt a teszembe egyébként, itt az első fél évben, főleg akkor, amikor már vezetett a United, és ugye nagyon betömörülve játszottak ott a saját kapujuk előtt, és a United vagy a City passzogatott körbe a labdát, hogy úgy megkérdezném valakitől, főleg középenestől, aki dolgozott Gárdió alatt, hogy tényleg mennyire elvárás az, vagy mi is az elvárás egészen pontosan, hogy amikor te passzolsz ott a kapu környékén, akkor hány lépéssel kell előre gondolkodnod, mielőtt tovább tennéd azt a labdát, mert látunk ott megint csak egy-két egészen szenzációs megoldást. Ennek ellenére is ugye nagyon nehezen jött össze aztán a az egyenlítés, meg a fordítás, de közben meg Bármennyire is. Tehát pont az volt az embernek az érzése szerintem ezzel kapcsolatban, hogy akármilyen bravúrokat mutatott be mondjuk Onane, akinek egyébként mondjuk nem csak ezért érdemes szerintem pozitív jelzőkkel illetni a teljesítményét ezen a meccsen, de hogy nem nagyon volt bened az, hogy ezt a meccset elbukatja a City igazából. vagy nem tudom ti, hogy vagytok vele. 143 mérkőzés óta nem kapott ki a Manchester United, akkor, amikor a félidőben vezetett. És most itt a félidőben is arról volt szó, ugye, hogy, hogy hát ez, ez biztos, hogy megfordítja a City. Még úgy is, hogy azért ugye a szokásos forgatókönyv az jött, tehát hogy beült hátra a Manchester united próbált kontrázni. Ö sok lövés ment a kapujukra, de nem volt annyira sok city zitszer. Hát volt egy-kettő, az első fildő végén ugye az a Mond. Holland helyzet volt, amit igazából... Megdöbbentünk. De, 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 Bocsánat, erre viszont tényleg kíváncsiak, mert ugye aztán a Sanyi is elmondta a hogy hát igen, ezt azért be kellett volna. Nem, tehát hová húzta fel szerencsétlen Holland Tehát értem, nyilván nem tudom, a kicsit nagyobb szerencséje van, vagy egy nem tudom, milliszekundummal előbb reagált, de hát hogy ez egy olyan nyakatekert mozdulat volt. Tehát, tehát eleve a térdefen volt a nyakában, kifordítva ugye a belső csügyje, és akkor hogy valahogy éppen általált ezt a labdát, de hát nem tudom, a törni rájsznak kellene lenni, vagy nem tudom, a hogy azt a labdát azért a tényleg játszi könnyedséggel, meg nagy magabiztossággal tud egy ilyen testhelyzetben szerintem a kapuba jutatni, még akkor is, hogyha persze hát tök üresen át előtt a kapu, nem tudom, nagyobbat kellett volna ugrani, aztán nem tudom, vállal vagy mellel, vagy nem tudom, hogyan be tuskolja. Igen, ez érdekes, hogy a Márk mondta azt, hogy valószínűleg az ott neki is az első gondolat, és lehet, hogy ezért lett ilyen furcsa aztán ez a mozdulat, hogy mégsem fejjel ment ugye a labda után. Ja, ez ismerős, amikor egyszerre húzza a játékos a fejét meg a térdét. Én majdnem biztos vagyok benne, hogy ez történt, és azért mondom ilyen magabiztossággal, mert de ezt, ezt mindenki tudja szerintem, ezt egy csomó adásban elmondtuk már, hogy ha van egy gyengesége Erling hohlen ami tényleg nem megy neki, az a fejelési technikája. Tehát, hogy egészen megdöbbentő, hogy egy csávó, aki ilyen 40 gólos szezonokat hoz le egy idényben, nézzétek majd beadásokra, hogy milyen rossz ütemben Volt most is, itt ugye a meccs közben is, ugye már az első fél időben, ott ott uh -huh. a, a 25-30 perc környékén, amikor Igen egészen tisztán is felhetett, és gyakorlatilag a kapu közelében nem ment aztán a labda. Én, én azt konkrétan megnéztem, az XG alapján egy 0,3-as értékű helyzet volt, mert hullá -e egyedül volt a közepén a 16-osnak, de amiatt, ahogyan, amilyen ritmusban ő felugrott arra a fejese, és megpróbálta kiszámítani, hogy hogy kéne továbbítani a labdát, amiatt egy fel sem a gondolat, hogy az kishezettük szedtük fél időben végül azt a helyzetet, azt hiszem, mert olyan szinten esélytelen volt, hogy kapura tudja irányítani, de hát ez neki pont a probléma, és azért gondolom, hogy valószínű ez lehetett, mert annyira nem érzi ennek a ritmusát, hogy fejjel hogyan kelljen menni, hogy azután lehet, hogy az egész mozulatsort teljesen megzavarta. De jó ez a kis holland kritika, ezt mindig jó hallani. Ugye végre nem az, hogy kihagyta a helyzet, de azokat úgy is berúgja, hanem, hogy valóban van valami gyenge pontja. Beiratjuk Olivier <laughs> Mondjuk Rashfordnak is volt -e egy rossz fejese, amikor kiugorhatott volna a United teljesen üres de összességében ez a 27... vagy mi volt ott a, ugye egy nál még ott az első fél vége felé? 27-3-as volt talán a lövés arány, labdaérintések száma 16 oson belül 69-9. Egészen fájdalmas. Tehát én, ha Manchester United szurkoló lennék, akkor ezt a meccset teljes kétségbeesésben néztem volna végig. Ha viszont tehág vagy, akkor azt mondod, hogy végül is meg lehetett volna akár a döntetlen. Be persze. Meg a győzelem is végül is meg lehetett volna. Nem? A egy még ilyen dolgokat meg tudunk mondani. Igen, azért egy furcsa lett ilyen párhuzamos világban élni az embernek, amikor ilyen totális tagadásban van. És... De is nyilván persze való, mondja, hogy, nyilvánvaló, hogy, nyilván hogy nem után. véletlenül mondja, tehát ő is érzi belül, csak akkor is miért kit akarsz ezzel átverni, vagy, vagy hogy? Pont ezt akartam mondani, hogy Benzo mondta, hogy teljes kétségbeesésben nézte volna United drukkerként ezt a meccset. Valószínűleg sajnos szegény United drukkerek jó idejeket teljes kétségbeesésben nézik a csapataik meccsét. Örültek azért annak a vezető gólnak. Tehát lehet, azzal persze. nem volt gond. Hát a, az a probléma, hogy az gyakorlatilag egy ilyen példanélküli esemény volt a mérkőzésen. Tehát, hogy ilyenkor mindig lett, olvastam egy csomószor ilyet, hogy Rashford is, hát hogy az ő hibája az, hogy a United nem tudta megduplázni a, az előnyt, mert hát, hogy ott le, késett arról luftot rúgott annál a helyzetnél, ami elment keresztbe egy beadást követően, meg hogy azt, amit le kellett fejelni, vagy le kellett volna fejelni a saját maga elé, és erről hatott volna az átmenettel, azt meg olyan rosszul oldotta meg. De szerintem lépjünk már vissza egy lépést, és gondoljunk bele abba, hogy egy Manchester Unitednek azon múlik egy Manchester derbinek derbynek az eredménye, hogy kettő random átmenet hogyan sikerül egy játékosnak megoldani azt a helyzetet? Az a helyzet, hogy nem ez az első ilyen alkalom. Tehát hiszem az elmúlt derbék is erről szóltak, az hogy akkor azt az, az átmenet az kijön-e. Hát, hát csak a baj. hogy így van pontosan. Ez azt jelenti, hogy akkor olyan nagy elképzelés a játékkal kapcsolatban nincs, de persze mondjuk ott volt José Mourinho, aki erre építette fel a pályafutását, mondjuk tizen évvel korábban, meg kicsit hatékonyabbak voltak azért ezek az átmenetek az ő csapatainál, ezt is hozzátehetjük. De mondjuk itt ez a Rashford gól is egyébként ott, hogyha Stones nem a vállát arcát félte, nem csak egy kicsit beláll abba, akkor lehet, hogy az is a nézőtéren köt ki valahol, és akkor mi csak erről sem beszélünk. Na induljunk ki ebből, mert ugye nem volt azért abból a szempontból könnyű dolgat. Hogy Höjlund megsérült, ő nagyon hiányzott ebből a csapatból, és sakkoztak az Atletiken is. Szerintem a négy szakértő, aki fölírta az előtte levő nap, hogy mi lesz a kezdő, négy teljesen más elképzeléssel men neki, Tehát, hogy Resford lesz középen, Gárnácsó lesz középen, majd McTominay játszik középcsatárt, Volt egy ilyen is hogy majd meg tudom, lesz az, de végül az jött be, a meccsőt felrajzolták, hogy Rashford lesz középen, de hogy Bruno Fernandes volt a hamis kilences, vagy valami olyasmi, és ebből jött végül is a gól, hogy ő át tudott venni egy, egy kirúgást. Én azon gondolkozom, hogy egyébként, hogy tehát most ha esetleg Hölön tudott is volna játszani, szerintem az alapvető hozzáállás akkor sem lett volna más pont azért, mert hogy jelen pillanatban egyébként tehát nem nagyon van olyan csapat, aki egyébként felmeri azt vállalni a City ellen idegenben, hogy akkor megpróbál ő játszani, meg, meg labdát birtokolni, meg ilyen dolgok. Tehát, hogy automatikusan szerintem a legtöbb edző már ezt választja, amikor a City ellen kell játszani, és a United meg, igen, tehát hogy nem is nagyon várnát tőle egyébként, hogy másképpen álljon hozzá ez a mérkőzéshez az utóbbi évek alapján. Az, hogy ki hol volt a pályán, ezt megmondom szintén a márkali egész végig így fejtegettük, meg próbáltuk a taktikai kamerában is nézni, hogy hogy igazából ki, miért, hova, kivel mozog el. És nagyjából annyi volt az egyedül, ami feltűnt, hogy a, a Ménu és a kazemiró nyilván a dublatos a Manchester Unitednek, ők mindig a Manchester Citynek a két tízesét fogták a félterületben, és velük hát szinte emberkövetéssel mentek is minden egyes esetben. De hogy a Rashford, az Árnácsó és a Bruno Fernandes közül ki, hol éppen hova segített be a középpályán, ki, ki, volt középen, ki volt szélen, ki mikor, az egy ilyen teljesen random trip volt. Én, arra jutottam, hogy az mindenki oda rendeződött vissza, aki az éppen nagyon rövid kis támadásaik során valahova elkerült. És hogyha a Rashford középen volt, akkor középre jött vissza, ha baloldalon volt, akkor meg baloldalra jött vissza, mert így volt a legegyszerűbb. Igen, pont ezt akartam, hogy nyilván azért az, hogy mi is lenne neked a felállásod támadásban, az nagyon nehezen tud kiderülni rólad, hogyha nem vagy támadásban. Tehát pont és ez az, amit mondasz, hogy, igen, hogy valószínűleg az, hogyha meg egy ilyen tényleg euh, tranzícióból él folyamatosan a csapat, akkor meg örülnek a játékosok, hogy odaérnek, ahová éppen egy-egy ilyen védekezési szituáció után, aztán ment mindenki kvázi a fej után. De nem is nagyon tudsz mást csinálni tényleg, hogy egy egyik pillanatról a másikra kell tényleg ebből élsz, hogy kontrákat végigvezetni, akkor az nem arról szól, hogy akkor kitartja a pozícióját meg hol. És, és majd vissza fogom nézni, vissza még nem volt lehetőségem a meccset, és akkor abból talán jobban kiderül, hogy hogy mi volt az, ami után mentek ezek a játékosok, de hát a Manchester City-nek meg a visszatámadása. Az olyan színvonalon működött, hogy tedd te esélye nem volt kijönni a Manchester Unitednek, és ez így volt a 13. percben, így volt a 34. percben, és még a 82. percben is így volt végig. Tehát ez gyakorlatilag a folytogatás volt. Ez a choking az angolul jobban hangzik, de magyarul is nagyjából megül. Folytogató fölény. Még egy tény a mérkőzéshez, a Belfasti Beckenbauer. Johnny Evans 2012 után játszott ismét derbit az Etihadban, tehát 12 év kihagyás után, mert ugye ez volt a másik poszt, Luxó nem bevethető, és akkor ott ment a tippelgetés, hogy Amrabát valamelyik fiatal, vagy esetleg valamelyik belső védő lesz a bal hátvéd, mert volt egy olyan opció, hogy Daló is átmehetne, végül Lindelöf ment ki balra, és Evans kezdő volt. Hát a beckenbauer kapcsolatban csak szerintem Bogdan Ádira érdemes visszatérni, talán aki azt mondta annak idején, hogy ő nem feltétlenül érzi az dicséretnek, hogy ő Ginger Buffonnak becézték annak idején a Liverpool szurkolói. Miért? Hát ez is, ő ezt el is mondta annak idén, pont volt vele egy külön adásunk, amikor telkiben a válogatott edzőtáborában beszélgettünk vele hármasban Tibivel, és ő is mondta, hogy hát ezt ők valószínűleg inkább úgy érjük, hogy jó, mit Adolf, mi vagy te a ginger bufon. Tehát, hogy ezt inkább ja, így, és, és, van egy érzésem, hogy Johnny Evans sem feltétlenül a stílusos hosszú indításai és a támadásokhoz való lendületes csatlakozása miatt kapta a Belfasti Beckenbauer beszélelet, sokkal inkább azért, mert mondjuk a Belfast alliterál Beckenbauer nevével. Volt egy olyan átmenet pedig egyébként, ahol az Evans labdát szerzett, kicseleszte magát, és utána fölfutott a támadással. Azon rögtem is, hogy mondom, na ez lenne a sluszpa, hogyha véletlenül Legyük el humorosba. oda megérkezni, az, az teljesen. El? Jaj, itt legalább nem volt olyan nagy játékvezetői, ö, hát hogy is mondjam, vitára okot adó történés. Hát ha csak a Rashford Walker találkozás nem gondoljuk annak, hogy az viccelek, szerintem az semmi nem volt, csak gondoltam, felvetem így visszakad szerintem visszakad Bírózunk, Már, Madrid eleget. Igen. Bírózunk igen. eleget, nem Madrid egyelőre, még megyünk teljes. át Nottinghambe. Mert hogy szegény reklámtábla bánta azt, hogy nunye ez a 99. percben megünnepelte a gólját, de utána általam még Angliában nem látott jelenet sorok, Marinákis lejött a pálya szélére, mert nem tudom, lehet, hogy Görögországban így szokás, és lehet, hogy még valami van is olyankor az ember zsebében, de itt azért ilyet nem tehet, meg lement a pálya szélére, hogy köszöntse a játékvezetőt egy korábbi eset miatt ami egy labdaejtés volt, mert hogy egy beadásnál összeütközött Keleher és Konaté, Konaté lemaradt, kiment a labda a túloldalra, Forest játékosnál volt, a játékvezető megállította ekkora játékot, és visszaadta a labdát a Liverpoolnak utána a ejtésnél. Pont jó, hogy a múltkor szóba került, hogy Klettenberg ott van a Nottingham Forestnél, mert most elővehetjük, és elővehetjük azt, hogy milyen jó, hogy volt egy, egy, Köztes ember. Nem a Nottingham Forestnek kellett megint közleményt kiadnia, nem kellett ö, senkinek sem fenyegetnie, úgymond a játékvezetőt, lehetett elégedetlenkedni, de utána lettem ki tudott állni a sajtó és azt tudta mondani, hogy hibázott a játékvezető, és ezért felelősségre vagy kérdőre fogjuk vonni a, a játékvezetői testületnél a mérkőzés játékvezetőjét. Ezt végülis akár kimondhatta volna egyébként a Nottingham részéről, és ez egy fokkal persze nyilván jobban mutatja. De hitelesebb, igen, teszi szerintem. Ezt. Na, de közben meg a, a, onnantól nem vagy hiteles, hogy rajtad van a, nem tudom, a Nottingham címeres zakó, most nem tudom, éppen ebből, miben állt ki a... Ezzel Szerintem kapcsolatban. Szerintem hiteles. Tehát, hogy sokkal inkább fogadod Biztán, el, hogyha egy, egy, játékvezető mondom, egy mondja fokkal, ez. Egy fokkal nyilván persze, ez abszolút így van. Csak közben megmondom, pontosan attól, hogy te a klub alkalmazásában állsz, akkor most ez mégiscsak idézőjelbe teszi, vagy zárójelbe vala ezt a dolgot. Viszont jobb az érdekképviselet. Howard Webb is ott ült a lelátón, és egymás mellett ültek, ugye Klettenberggel. Tehát gondolom azért, amikor ez megtörtént, akkor csak oldalba bökte Webbet, hogy. Ment a Márkó bellova, tudod, mi történt? <laughs> nem akarod esetleg. És lehet, hogy jegelni fogják. Nem tudom. Nem, nem valószínű. Az volt a kontraérve ezzel szemben, hogy ez megtörtént a másik oldalon is, csak a meccs egy másik szakaszában is, hogy akkor ugye gyakorlatilag ezek kioltották egymást. Nyilván értem, hogy a a Nottingham sérelme az egy fontosabb részében történt a mérkőzésnek. Ennél azért azt gondolom, hogy talán szoktak nagyobb ívű tévedései is lenni a játékvezetőknek, amik után a Howard Web kiáll, és el szokta mondani, hogyha az úgy van, hogy ez valóban egy hibás döntés volt, de az ő részéről meg a az angol bírói testület részéről ezt egy sokkal kifinomultabb és elegánsabb kommunikációnak érzem minden egyes esetben. Ők elismerik, megpróbálnak egy fokkal transzparensebbek lenni az idei szezonban, és nem pedig felültetgetni ilyen izé szorzósan, kamatos-kamatosan a lelátóra bírókat, majd a következő az izé két hónapos eltiltás lesz, aztán egy fél szezon, és akkor úgy fogják visszavonultatni, hogy a, a legutóbbi négy szezonjában fújt hat meccset a, a Dibelló. Kék lapot kapnak a játékvezetők, és akkor 10 percre ki kell ülnie. És addig megegyeznek a többiek. És ez kioszthatja ki? Ez a nagy kérdés. Hát a web minden meccsen ott van, és akkor ja. majd ő leszól onnan. De nem, a múltkor volt egy komment, hogy ne bírózunk, úgyhogy még rengeteg bírózás lesz nah. a mai adásban. Igen, ez Előtte... a hétvég, ez nagyon, ez nagyon súlyosan megállni. megterhelt volt. Csak annyit még itt, hogyha már a Liverpool szóba került, és hogy ezért a Liverpool is szó legyen, a hétvégén van egy Liverpool-Manchester City-nk. 16.45-kor vasárnap, mert akkor még világosan, akkor még be tudják azonosítani az embereket. Meg talán nem lesz atomrészeg mindenki a stadionban. Hát, hát hogyha ebben bíznak Liverpoolban, hogy akkor ettől most béke lesz. Nem Liverpool, hát ez rajta. Ugye egyébként abszolút ö, tetten érhet az utóbbi években Angliában, tehát, hogy ez általában ugye önkormányzati kérés a, 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 a klubokkal kapcsolatban. Szóval lesz egy Liverpool City-nk, ez a Liverpool most úgy játszott, hogy Szoboszlai szépen lassan visszatér, de Joe ez még mindig, vagy már megint a, a középpályán játszott, Ö, akkor most Salah játszik, Mekarister játszik, Nunez úgy, ahogy egészséges, és a Citynek meg az, a BL az gyakorlatilag eldőlt, tehát ugye a Kőbenhávénnel annyira talán már nem kell foglalkozni, és ezen a meccsen akár meg is fordíthatják itt az állást. A BL-ben valószínű Rico Louis szék meg Mátausz Nunesék majd elintézik itt a, a továbbiakat, és akkor szépen tovább menetelnek, úgyhogy nem kell nagyon játszatni mindenkit. Miközben náluk tényleg minden fontos játékos, egészséges, és most tényleg, amit Guardiola áll a kezdőnek gondol, az valószínű elérhető a számára, hogy Guardiolnak van még sérülése, de aki azért őt elég jól tudja Grill is tényleg igazad van. Na, az, az mondjuk nagyobb baj, főleg elnézve azt, hogy Jeremy Dokut Daló milyen szinten zabálta föl ezen a meccsen. Ez a United szurkolóknak nagyjából az egyetlen megfogható pozitív pont volt az a párharc. Ellenben a Liverpool oldalán szerintem tényleg itt, hogyha kvázi most felvezetjük a meccset, akkor minden attól függ, hogy hányan és milyen állapotban épülnek fel. Nem az az érzésetek, hogy bár heroikusnak tűnnek ezek a győzelmek, és bár kidolgozott összesen több mint kettő várható gólnyi helyzetet a Liverpool, de hogy minthogyha hétről hétre kapaszkodnának, és, és mint ez nem tűnne már olyan elsöprőnek, mint korábban a szezonban. Igen, de megfordítva meg, hogy erre szoktuk néha azt mondani, bár talán az még korai egy kicsit a szezonnak, talán még nem vagyunk ugye itt a legvégső szakaszában, de hogy ezek meg pont azok a meg tudnak lenni, amelyek egy bajnoki címet mondjuk eldöntenek, és egy csapat javára fordítanak mondjuk egy ilyen versenyfutást. Ahhoz valóban korán vagyunk még mondjuk, hogy Pusztán ilyen győzelmek jöjjenek csak ezt a Liverpooltól. Úgyhogy a kérdés az, hogy ezt tudják-e tartani, mert itt a szezon utolsó szakaszában is. Na mindegy, vasárnap azt a meccset. Lehet, hogy érdemes lesz. lehet, hogy beszélünk róla a jövő héten, ki tudja. Valószínű. Az biztos, hogy a Liverpoolnak van a legkönnyebb sorsolása, az Arsenal és a Manchester City mellett is, úgyhogy ez azért némileg. Mindenkinek a következő hetekben, Liverpool után ugye van egy Newcastle elleni FA kupa Arsenal és Aston Villa most hát, hát tán... ez, ez a hónap, ez, ez brutális. De közben meg kimeri őket nagyon félteni bárki ellen is. Igen. Na ezt majd meglátjuk. Irány Spanyolország. És akkor vissza a bírózáshoz, mert <laughs> mehettünk volna így a bírókkal is át szépen. Volt egy Valencia-Real Madridunk első körben, ahol megtörtént az, ami az elmúlt években szerintem igazából a legnagyobb legvérlázítóbb tévedés volt a spanyol bajnokságban, csak mivel az egy vajadolid volt, ezért nem kapott akkor a nyilvánosságot. Ugye a vajadolid 2022-ben volt ez talán? A fél idő végén kipattant egy labda szögletnél, és látszott, hogy a vajadolid játékosa egy olyan 25-30 méterről fut neki, és kapásból el fogja bikázni azt a labdát és a játékvezető a lendítés pillanatát választotta megfelelő alkalomnak arra, hogy lefújja a félidőt. Nem is mentünk túl akkor annyira még a jelzett hosszabbításon, talán néhány másodperccel. Belefújt a lövés pillanatában, is lett belőle egy ordenáré nagy bombagól, ami annak a Vajadolinnak nagyon-nagyon kellett volna, mert küzdött a bemaradásért, ugye végül kiesett. Most nagyon hasonló történt, egyébként ortizáriást, akkor jegelték egy időre, csak mondom, hogy megint előkerüljön. Most a Valencia a Real Madridon, ami amúgy is egy elég tüzes meccs volt, azok után, hogy ugye legutóbb a mesztájában Vinicius Junior-t rasszista bekiabálások után kicsit fölzaklatták az ott történtek, úgyhogy most ő még elkötelezettebb volt, hogy valamit mutassa, hát valamit mutatott, mert hogy lőtt két gólt, és elég jól játszott. Na de a végén a Real Madrid megnyerhette volna ezt a meccset jó szokásához híven, és az utolsó pillanatban, miután bejött a szöglet, Hilmán Zánó elvileg előre szólt a játékosoknak, hogy a szöglet az utolsó történés, itt lefújja a találkozót. Addig ment el a szöglet, hogy Brahim Diaz a 16-os előterében átvegye, és elinduljon vele oldalra. A játékvezető ebben a pillanatban a szájába vette a sípot, de nem fújt bele, hanem megvárta azt a pillanatot, amíg a beadásig eljutott a szélére a labda, és kettő másodperccel azelőtt, hogy már a kapuban volt akkor fújt bele. A beadás pillanatában tulajdonképpen. Kettő irányba indulhatunk el. Az egyik a jó szendékú, ahol azt feltételezzük, hogy ez valamiféle koncentrációbeli kihagyás, amikor valójában tudod, hogy te azt mondtad, amit és leszeretnéd fújni, de látod, hogy megy tovább, és egy ilyen nagyon kellemetlen dolog sül ki belőle, vagy van a rossz indulatúbb, amerre én hajlanék azért leginkább, hogy a saját egód elvisz odáig, hogy te tüntetőlegesen szeretnél egy szituációba belefújni, mert te azt mondtad bíróként, hogy ennek vége lesz, már pedig akkor vége lesz. Engem nem érdekel az, hogy mi lesz a végeredménye ennek a támadásnak, miután már megtörtént az, ahol én elvileg előre felfestettem a végpontját a helyzetnek. Ez baromi nehéz kérdés, ugye megint akkor Ralf Rangnick nagy ívű mondása ugrik be, ugye a leshelyzetekkel kapcsolatban, ugye, hogy nem lehet kicsit terhes, vagy nagyon terhes, vagy terhes, vagy, vagy nem, és ugye vagy leshelyzet, vagy nem, és akkor most vagy vége van, akkor a meccsnek, vagy nem és akkor úgy kellene neked azzal kalkulálni, hogy most éppen akkor milyen játék van, amikor te úgy érzed, hogy már pedig elérkezett az ideális időpont a meccs lefújására. Én inkább egy picit abba az irányba mennék, akkor jobb hiszeműen, uh -huh. amit Bence elsőként felfestett, hogy mennyire volt Hilman Zánó friss, vagy sem a 99. percben ennek a mérkőzésnek, mert nem tudom, hogy megvan-e, hogy mi volt az ő utolsó két mérkőzése, amit ezt megelőzően fújt. Kedden, kedden Real Sociedad Majorca hosszabbítás 11-esek azt megelőzően csütörtökön, Ice Roma Fejenord hosszabbítás 11-esek. Tehát hogy nem tudom, egyébként tök joggal merül fel a kérdés, hogy amikor két ilyen meccs után vagy, akkor hétvégén érdemes téged bármennyire is az egyik első számú játékvezető vagy Spanyolországban. A legmagasabb ilyen ja, legmagasabban jegyzett játékvezető most Hilman Zárna ugye és, Spanyolországban. És tényleg egy, oké, okay, most a Valencia nem is áll egyébként rosszul tegyük hozzá rögvest, de akkor sem feltétlenül most talán ez nem tartozik a legnagyobb rangadó közé, de akkor is egy fontos mérkőzés, meg nagy presztízsű mérkőzés, hogy Néha azért persze, nyilván egy profi bíró bírja az ilyen terhelést, meg ezért tartozik nyilván papíron a legjobbak közé. Ez is egy szerintem felvethető kérdés. Ahogyan az is, amit már Teulához mondott, és szerintem az uh, nyilván túlzás. Azt mondta, hogy 11 éve van a toppon Hilmán Zánó, szerinte most a nagy nagyképűség előjött belőle. Na, hát ő már csak tudhatja, mondjuk. Így van. Ez, ez Láha szájából különösképpen őszintén hangzik. Mindegy, felejtsük el, mondjuk azt, hogy ezt, ezt egy random, ember mondta. Nem, de Dob egyéb... Dova ezt nagyon csúnyán földobta, tehát hogy er, erre szinten. nem tud nem Én ráugrani van. az ember. Meg egyébként is, tehát játékezetőknél, és főleg spanyol játékezetőknél meg különösebb látja. Tehát tényleg a lefújás pillanata, és amikor egy nagyon teltelás előre teszed a két kezet és belefújsz a sípotba, és, az, és azt a pillanatot mindenképpen ki kell venni A klasszikus, amit nem is értem, hogy miért kell, van, hogy direkt megvárják, hogy kirúgás legyen, jó magasan felrúgja a kapus az égbe, és nekem akkor kell lefújnom. Igen. Tehát, hogy miért nem ér akkor véget már, amikor kirúgták előttel és miért nem fújod? És tehát ez is totális teatralitás. Húha, igen, szóval. Ó, igen. Ez ilyen klasszikus dolog, és, és igen, sajnos ez is benne kell legyen a papírban ő akkora név, hogy most nem ez a fajta teatrális mozdulat volt, hanem pont az volt a baj, hogy a szájába vette, és szinte ilyen lazán Halkan belefüttyentett hármat. És csomóan nem is hallották. Tehát azért hagzavar volt a mesztájában, de akkora nem, hogy ne lehessen egy határozott, egyértelmű sípszóval jelezni, hogy a mesnek vége. És itt erre gondolhatott szerintem Matteula-hoz, hogy a, egy ilyen esetben biztos, hogy az az iránymutatás, hogy legyen nagyon határozott az a sípszó. Mert szerintem el lehetett volna, még abban a pillanatban, van-e iránymutatás a sípszó kapcsolatban. Biztos, hogy van. Sőt, ugye én voltam ö, öt évig kosárlabda játékvezető, és nekünk volt. Uh -huh. És én nem mb 1 ben voltam, hanem ö, azon a szinten, ahol inkább a pénzkereset miatt vagy játékvezető, és nekünk is volt. Megélhetési bíró. Ez, mm. konkrétan, igen. Ezt fogjuk a nem létező névinzertünkbe kiérni alá. <laughs> Megélhetési játékvezető. Ezt megkaptam már néhány szóval. Igen. Ennél hangosabban is, mi? Szép, de kevésbé cizelláltad. Igen. De, Simán lehet. De mivel jogos volt, ezért nem tudtam. <laughs> 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 Nyilván az a, az a gond, hogy nem fog kiállni, a Hilman is elmondani, hogy mi történt az ő fejében, ez nem fog megtörténni, sajnos, mert így viszont abszolút csak a narratíva gyár tud nagy erőkkel működni, és attól függően, hogy ki hogyan, Érez vele kapcsolatban, vagy hogy, hogy ö, hogyan szokott az emberekről gondolkodni, úgy kezd el igazándiból erre rámenni. És Spanyolországban ez meg aztán különösen hatékony tud lenni. É, gyanítom, hogy Lához nem biztos, hogy a legjobb barátjának tartja a Hilman Láhoznak a személyiségéből fakadólag. Szerintem őt mindenki, aki az ő nemzetiségéből valaha komoly nemzetközi meccset kapott, az egy picit azért úgy egy ilyen kis kis piszok a körme alatt. Láhoznak hogy mindenki elvet a barátja. Tőle. Ezt mindig látjuk, hogy mindenkit megölel, köszönt, beszélget. Tipikus. Egyébként a zaklatottságról csak annyit, hogy a hivatalos meccs utáni jegyzőkönyvben Hilman Zánó 999. percet írt a 99. helyet véletlenül. És ami még ehhez hozzátartozik, és ami fájhat a Real Madridnak még, azon kívül, hogy elvesztett két pontot, hogy... Jude Bellingemet kiállították ott a meccs utáni kis box következtében, pedig elvileg csak annyit mondott, hogy it's a fucking goal. Az a bal szerencsé, hogy pont ezt a három szót. Na jó, nem, egy nem az hogy a játékvezető beszél többet angolul. Azt de... történt a múltkor, ugye, Greenwood esetében, hogy igen, ugyanezt a szót használta a székkel együtt, és a játékvezető másik játékvezető nem Hilman volt. Szerencsére a nem széket hallott, hanem jut hallott utána, és ezért állítottak ki Greenwood-et. Meg kell tanulni spanyolul rendesen. Tessék tisztességesen te káromkodni. Olyan szép szavai vannak a spanyoloknak erre. Így van. Ancelotti meg elismételte ezt, azt néztem közben meg azért, nem a telefonon, mert láttam egy sajtótájékoztatóból egy részletet, ahol elhangzik ez a Hát az ancelotti a csodálatos angoljával ez a, az itt a fucking goal, és az annyira AI generáltnak tűnt hangalapján a, a szájmozgására, meg a csávónak a karakterére, hogy először nem hittem, úgyhogy le kellett ellenőrizzem, de visszamondta is. Ki ilyen szempontból Bellingen mellett? A Real Madrid szerencséje, hogy Spanyolországban az első három csapat közül egyik sem nyert. Először a szezonban, mert a Girona kikapott Majorkán. Majorkával nem tudom, mi történik most az, hogy a Real legyőzték, az, az egy Magic. csoda. Igen, ez, ez, feldolgozhatatlan. De a Barca is döntetlen játszott az Atletik óval, ami most kevésbé lepődtünk meg. Ugye az atlétika a kupában tényleg hengerelt az Atletico ellen, és már beszéltünk róluk, hogy hihetetlen formába kerültek idén. Sőt, a lendültek szó azért jó, mert iszonyatosan dinamikus játékot játszanak. Tényleg jó nézni az atletiket. Tehát egy ilyen meccs után, hiába játszanak hazai pályán, ami nekik az igazán nagy előnyük, ugye az Atlético meccshez képest hét helyen kellett változtatni a Valverdének, iszonyatosan fáradtak most már az atletik játékosai is, és ezzel ellen az Atletik Bilbao ellen tudott úgy játszani 0-0-át a Barca, hogy a második félidő volt igazán elkeserítő. Mondjuk itt hozzájön az, hogy megsérült De Jong, kifordult a bokája, vagy aláfordult a bokája, és Pedri megint hajlító sérülés szenvedett. Hát, hogyha volt egy olyan szurkolótábor, akiknek még szomorúbb volt a hétvégéje, mint a Manchester United é akkor szerintem az a Barcelona szurkolóké. Ráadásul utána Csávi mondta is a meccset követően, hogy hát ez a szokásos edzői frázis, hogy it's not looking good. Ami általában azt jelenti, hogy hát mondjuk lehet, hogy De Jongot mondjuk két hónapig nem látják, Pedrit meg a szezon végéig ami nagyon-nagyon szomorú lenne. A, megnéztem, csak közben meg kell keresnem, hogy mi a pontos szám ennek. De hogy Petrinek ugye az a 2021-es szezon volt, amikor szanaszélyel sikerült őt játszott. Olimpiástól a... meg igen, igen. a okay. e Így igaz, és annyira jól sikerült az, hogy azóta több mint az 70 az meccset, meccset hagyott ki 71-et, azt hiszem, ez volt igen. a pontos szám hetedik sérülés, és az a baj, hogy különböző sérülések, tehát, hogy nem, nem csak ugyanaz a sérülés, most nyilván egy hajlító az, az talán az egyik legfájóbb, ott el is sírta magát a kispadon, de hát pont egy formába lendülő Napoli meccs előtt. Pont ezt akartam mondani, hogy ha valami it's not looking good a Barcelona számára, akkor az pont a Napoli formája, mert amit ők meg ezen a héten produkáltak, hát az alapján én azért erősen aggódnék Csávi helyében a visszavágóval kapcsolatban. Christensen maradt a középpályán, Romeo maradt a középpályán, Gündoánnak így valószínűleg megint hátrébb kell játszania, amit már pont le tudta vetközni ezt, és hasznára volt a csapatnak kreativitásban, amiben Gündoán még mindig hihetetlen, jó, most tényleg a liga egyik legjobb játékosa a formája alapján is. És akkor ott vagy megint, hogy Krisztenzen lesz az egyik védekező középpályás, lehet, hogy Romeunak játszania kell majd ott, Sergi Roberto is képbe kell, hogy kerüljön, és ez ez megint az a, az a Barcelona, amelyik nem biztos, hogy. Tehát hogy az biztos, Ami hogy odavágóan esélyesebb a volt a Napoli ellen. És idő. Én, én, én tényleg csak így visszautalni tudok újra és újra és újra erre, hogy én respektálom meg empatizálok azzal a helyzettel a Barcelona szurkolók szempontjából, amit ők gondolnak erről a klubról. Más kérdés, hogy valójában a saját vezetése vezette bele a szakadékba Barcelonát oda, ahol vannak pénzügyi helyzet terén. Most arra gondolok, hogy nyilván még a saját maguk mértékéhez képest is hangsúlyosabban kell használniuk a fiatal játékosaikat, mert egész egyszerűen rá vannak szorítva. Na, de ettől függetlenül, és akkor itt következik nyilván az érdemi része a mondani valónak, a de után, hogy az, hogy te Laminjamánál ez még egyelőre várakozik, de hogy a Pedri-Gavi Báldédót ilyen szinten szarrák készre leépíted, M micsoda. Semmi Bádi gavi pedri duót mondtál, de, ah, triót. de bocsánat. Igen. igen, de tök jogos, szóval a részlet, egy triót ilyen szinten szarrá leépített fizikailag. Erre, a trióra és Lamén-Yamára velük együtt erre a kvartetre, erre <laughs> fel lehetett volna húzni gyakorlatilag. Bonús négyes, <laughs> ez nagyon szép. Egy generációnyi csapatot. Tehát ez lehetne a gerince a Barcelonának 10 éven keresztül. Ehhez képest imádkozni kell és reménykedni abban, hogy Pedriből még valaha futbalista lesz. Reménykedhetsz abban, hogy Gavi még egyszer nem fog újra megsérülni Báldénél. Ez Lamin Nyamánál meg könyöröksz a jó Istennek minden egyes fordulóban, hogy most légy szíves legalább ezt a kölyköt valakinek a szája el, hogy ő is ugyanabba a pocsajába bezúljon. És hogy Rafinha tartsa a formáját, mert tegnap megint sikerült egy teljes nullázást hoznia, és ugye Jamal itt most csereként állt be. Látszik, hogy próbálja menedzselni az ő idejét, Csavi, de egyszerűen amikor bejön, és a második félidőben csak ő volt megint dicsérhető, mert a semmiből képes valamit teremteni. Hát amit nagyjából Nico Williams is tud a oldalon, de Kubársz is ott van, aki 16 évesen most stabil kezdő a Barcelonában. Tényleg nem néz ki ez jól egyáltalán a nápoli párharc előtt, de legalább a Real Madrid nem távolodott a tabellején. Tehát ez pozitívum. az is valami. Na de hogy a bilbao is mondjunk valamit, mert egyébként tényleg szerintem ők talán méltatlanul keveset kerülnek elő nálunk is, hogy ez egyrészt az egyik hazai pályán legerősebb csapata az európai topligáknak. A Spanyolországban azt hiszem, hogy a harmadik legjobb mutatójuk van a hazai pályán, és, és azért szélesítve a kört ott is nagyon-nagyon jól állnak ebben a tekintetben. Mellé meg egyébként a védekezésük az valami egészen brilliáns, meg a labda elleni, labda nélküli játékuk, ezt egyszerűen letisztáztuk TT-ben, hogy hogy kell hívni pontosan. A harmadik, negyedik, ötödik legkevesebb lövést engedik, tartó lövést, várató gólokat, tehát tényleg nagyon-nagyon jól működik. És annak ellenére, hogy rengeteget kellett változtatni összetételben erre a mérkőzésre, az, hogy Valverde mit csinál ennél a csapatnál, és hogy mit tesz le kollektív szinten, az akkor is megül, hogyha kicserelgeti az alkatrészeket. Valverde a király. És remélem, hogy ez megmutatkozik majd a kupadöntőben is. Te közvetíted, Ádi? Nem tudom, hol van az még. Április? Ja, De még én már nagyon várom, nagyon kíváncsi vagyok, hogy ki tud-e találni valamit a Majorka. Azért élvezted ezeket a kupa meccseket. Persze, hát ez a, meg már minél közelebb vagyunk a végez, akkor ugye komolyabban is veszik, meg komolyabb párharcok is alakulnak. Itt ez a, ez a Majorka például most barom jó meccs volt. Elsősorban a Sociedadnak köszönhetően, ez a majorka azért ágére Old School felfogásával, és úgy is, hogy egyébként megnézed azt a keretet, hogy azért lehet éppensége, talán abban is valamivel több, de működött, szerencséje is volt, hogy mindenképpen a majorkának ezt hozzá kell tenni ezzel hát, a kukodat, Ezzel hogy... imádkozol, és. és így, van, ö... így van, abszolút. Tolod a védelmi vonalat, minél közelebb a kapuhoz, amennyire csak tudod, aztán bízol az isteni szerencsében. Hát az nagyon beszédes volt, csak hogy erről a meccsről egy fél szót említsünk. Lefújták a meccset, és a majorka játékosok ünnepeltek. Hát, tehát, hogy, hogy. Ünnepeltek volt. Tehát, hát, a kupa döntőt azért megünnepeltek? Nem úgy, hanem bocsát amikor a hosszabbítást lefújták, még a ja, 11-esek előtt. Persze. És a Real sociedad mentek oda, hogy hú, akkor most kirúgja, hogy ugja a 11-eseket, és a Majorkánál meg Agira egy rövid beszédet mondott, és mosolyogva megfordult mindenki, érdekes és, volt. és ünnepelt, mm. hogy eljutottak idáig. Ja, ez a, volt a, a, a szél, szél, kapcsán ugye találták meg Pochettinot azzal kapcsolatban, hogy hogy mondhat ilyet a meccsen, hú, hát, hogy hú, nekik azért jó lett volna a 11-es párbaj. Hát a Majorkánál tök egyértelmű, hogy jó volt a 11-es párbaj, és csak erre tudtak bazírozni, mert nagyon más nem volt. Nyilván ez rosszabbul néz ki egy olyan klub esetében, mint a Chelsea, közben, hogy Azért valahol tud, ez is egy vali taktikai hozzáállás lenni. Nem mutat a legjobban valóban egy olyan klub esetében, mint a pláne akkor, hogyha az elefélne meg egymást állnálak be a kölykök, mondjuk a hosszabbításban. Igen, a Mudrik és az Enzo Fernandeznek a transferdíja, és akkor a fizetését még nem is vettük bele, az a majorkának az éves költségvetése lehet. nem Még annyi Jó, hát ne felejtsük el azért, hogy komoly tulajai vannak a majorkának. Mert aki oda költözik, vagy ott van nyaralója, az. Ja, itt van egy csapat, Há, bevásárolom. Hát, magam. de bocsánat, ugye a majorkának résztől Steve, Steve Kerr és Steve Nash is így van. Igen, és mostanában még... Bocsánat, két... ha tekint egy futballpodcastot, talán érdemes elmondani, hogy két legendás kosárlabdázóról van szó. Mondanám azt, hogy két kiváló edzős, de Steve Nash esetében, Steve Nash esetében ez annyira nem derült ki, de Steve körről azért már bőven, és ugye Nash meg egyébként nem fogom most eszembe jutni, hogy melyik amerikai tévécsatornán rendszeresen szokott futballműsorokban is feltűnni, mert hogy elmebeteg, óriási tata nem druk ezt nehezen tudom megemészteni. De a lényeg, hogy őt labdarúgó műsorok kapcsán is, nem is Amerikában, egyébként Kanadában is ugye gyakran szokták képen. Rémik egy, egy ilyen videó, hogy Steve Nash dekázik, és ilyen nyomja a világköröket, és mindkét lábbal kosár meccsen. Na mindegy, ez... Neki milyen van érintettsége a fociban, de ez még a karrierje így alatt on, is így, így volt még egy dolog, most eszembe jutott hirtelen, ez beszéljük már meg itt a kupa döntő kapcsán, a Majorkában is, és a Real sociedad vagy az Athletic bilbao is, végig a kupa sorozatban a második számú kapus védett, de úgy, hogy a Majorkánál Dominic Greif-nek hívják, egy szlovák kapus, uh -huh. a második számú kapus, aki tényleg teljesen el van felejtve. És nem is mutatott, ez nem se olyan nagyon magabiztosnak. És a... De a 11-es párbajban jó volt. Ott nagyon jól jött, de ugyanez az atletiknél is elmondható, hogy Julian Aguirre Zabala egyetlen egy meccsen sem véd sehol máshol, viszont itt a kupa. És ugye két ilyen csapatnál, ahol az atletiknél ez az egyetlen esély a kupára, mert bajnokságot nem fogsz nyerni Európa Ligába, esetleg mehetsz BL-be jövőre, de hogy ez a reális esély, és most már egész sokszor eljutnak a, kupa döntőbe itt az elmúlt években, a Majorkánál pedig ez nem kell nagyon ecsetelni, hogy az elmúlt száz évben volt három-négy ilyen alkalom maximum, és akkor ha eddig végig ezek a kapusok védtek, akkor mi lesz a döntőben? Hát ez egy nagyon jó kérdés. Ez csak ott fog kiderülni, hogy akkor ki mennyire tartja magát az eddigi elvekhez. De láttuk már ilyet azért bőven, hogy végigvédte egy kapus mondjuk a kupasorozatot, és aztán a döntőt meg nem kapta meg. Mit szól ehhez Unai Simon? Mit szól ehhez a Rajkovic, a Majorka szegény kapusa, akinek valószínűleg nem sokszor adottna meg, hogy... Hát de várj, mit szólnak a csapattársak, és ez is egy két évi történet, hogy és ez meg már ilyen öltözői, nem tudom, dolgokról is szól, hogy akkor hogyan reagálnak egy ilyen dologra, mert közben meg azt még nyugodtan kimondhatjuk mind a két esetben, hogy azért nem véletlenül véd az első számokapus a bajnokságban. Meglátjuk. Ez, ez nekem egy ilyen tök érdekes, és hát valahol aggasztó kérdés is. Na, de ha már beszéltünk arról, hogy lesz itt egy Barsa-Nápoli párharc, csoda történt Nápolyban, Francesco Calzona csodát tett. De közben meg szerintem nagy csoda nincsen benne. Maxim az, hogy sikerült visszaterelni abba az irányba a Nápoly játékosok, ami tavaly sikere vezette őket. Tehát, hogy a recept az megvolt, valamiért nem akartak ezzel főzni, vagy nem tudtak ezzel főzni, vagy nem tudták, hogyan kell ezzel főzni az előző próbálkozók a Nápoly kis hát nyilván ugye Kácon azért jól ismerte ezt Paletti módszereit, ő korábban már ugye Szári mellett is dolgozott a csapatnál, és hát azt láttuk ettől a Nápolitól, ami tavaly tényleg a, a siker Ez a Szászóla elleni mérkőzés nyilván egy másik történet, ott azért nagyon kijött a lépés nekik, de közben meg ezt láttuk tavaly folyamatosan a Napolitól, ami mondjuk ott a 100 meccsen is megvalósult, és most meg pláne itt ezen a mérkőzésen. Tehát az a fajta letámadás, amivel kezdte ezt a meccset a Napoli, amilyen intenzitással és amilyen hatékonysággal ment, hát azzal azért elég látványosan látszott, hogy hajlik bele a bicskája a Allegri-nek. Kérdezem más, hogy kinek hiszük el jobban, mert most bejöttek az edzőváltások, de Rosszinak vagy kálcónának. Hmm. De hogy mondjam, tehát annál még kisebb a minta, tehát hogy nyilván ne jelentsünk itt ki elkapkodva semmit sem vele kapcsolatban sem. De Rosszinál azért már többet látunk ebből a csapatból. Mind a két esetben azért a nápolynak is volt ugye mondjuk egy kájári mérkőzése még a múlt héten, amikor nem emelték pajzsra feltétlenül ugye a mestert. De Rossi jó irányba vitte a csapatot, de mondjuk nyilván Mourinho után csak jobb irányba lehetett most minden bántás nélkül vinni azt a csapatot, és sokkal inkább illik a játékosok pozitív tulajdonságai az, vagy erényeihez az a fajta játék, amit játszik a Róma. Előreléptek, ez teljesen egyértelmű szerintem, hogy mekkora, az most majd egy másik dolog, de hogy addig az alapján, amit eddig látunk Derossziból, szerintem egyértelmű, hogy szívesen látnak majd a következő szezonban is. Nyilván várjuk meg, hogy mi lesz ennek az évadnak a vége, jönnek majd azért az igazán nehéz mérkőzések, mondjuk az Európa Ligában is. Tehát amikor ezeket kell együtt menedzselni, akkor fog igazából kiderülni Derossi-val kapcsolatban, és hogy mennyire érett meg erre a feladatra, de hogy jobb irányba kormányozta a Rómát, az teljesen egyértelmű. Kálcanából meg tényleg tök keveset láttunk, kezd úgy kinézni valóban ez a csapat, amit tavaly is láttunk. Megint csak például érdekes lesz ebből a szempontból a Barca meccs visszavágója, de ott is hát nyilván azért várni kell még bőven heteket, hónapokat azzal kapcsolatban, hogy most akkor azt mondjuk, hogy igen, ez a fickó az, akinek maradnia kell itt a következő évekre. Szerintem mind a ketten vannak elég nagy fiúk, hogy ne sértődjenek meg, hogyha felemlegetem főként, hogy mind a ketten visszatérő teljes terjedelem vennégek, hogy de Rossi kapcsán Pítnek meg Szaniszló Csabinak volt egy Ö, nem tudom, vitája a Twitteren azzal csörtéje. kapcsolatban, hogy a csörtéje. Az, az a csörtváltás. Jobban De hát a csört az eladhatóbb, az ja, az, az na, nagyobb narratíva. Szóval, hogy volt egy ilyenjük, ahol. Hát Péter, egyelőre maradjunk annyiban, hogy. szkeptikusabb, szkeptikusabb de rossz a kapcsolatban, még nem. Csabi azért nagyon fellelkesült az eddig mutatottak alapján. Én őszintén megvalva, egy ilyen arany középutat tudtam, jelentve. Annyira tudtam, annyira Hát nyilván ez a... Mennyire elegáns már az, hogy ők nincsenek itt, nem mondhatják Szerző. el hosszan a véleményüket, de én behelyezkedek középre, nyilván mint az igazságtevő, nem, nem tudom, csillagszemű juhász, és, és ez egy nagyon komfortos helyzet. Ettől függetlenül meg fogom tenni, ha már belekezdtem. Szóval, hogy én szerintem az, amit a Rómánál most éppen történik, az hosszú távon fenntarthatatlan, tehát nem fognak ennyi gólt lőni, Nem az lesz, hogy Pellegrini-nek meg Dibalának is folyamatosan 25 méterről elsül minden meccsen a lába, mert ez, ez egyszerűen nem, elvál, nem elvárható senkivel sem szemben. Hogyha ilyen alapozó statisztikai mutatókat néz az ember, akkor ez az, ami árulkodó lehet ezzel kapcsolatban. Ettől függetlenül egyébként teljes mértékben adom azt, hogy Derosszinak a Rómában bemutatott elmúlt néhány az egy ilyen totális a Rabigából Mourinho után, ami benne, vasz, benne van az, hogy új menedzserként teljesen más dolgokat tudott érzelmileg nyújtani ennek a csapatnak, ennek megfelelően a játékosok is sokkal felszabadultabbak, teljesen más ö, dolgokat tud nekik átadni, és ez nyilván a pályán is megjelenik, meg a, azért a Róma tényleg azután, hogy, hogy mindenféle kockázatot kerültek el a mérkőzéseken, most sokkal bátrabbak, támadni szeretnének, letámadni szeretnének, Dibaláik olyan pozíciókban vannak, ahonnan tényleg veszélyesek tudnak lenni, nem pedig az történik, hogy folyamatosan seggelnek, és akkor onnan oldjál meg valamit, amit szeretnél. Úgyhogy emiatt én értem, hogy miért pozitív valaki derosszival kapcsolatban. De lehet is, szerintem senki is számára nem kérdés, hogy lehet pozitív derosszival kapcsolatban. Azt kijelenteni, hogy akkor egyértelműen nagyot lépett előre a Roma, talán még túlzás, de közben meg, tehát nyilván az eredmények magukért beszélnek, de ugye Pitnek is volt egy nagyon jó érve viszont ezzel kapcsolatban, hogyha megnézed mourinho Murinyó alatt a Rómának az, az, XG differenciát, és megnézed De Rosszival, büntetők nélkül, akkor De Rossi még mindig alacsonyabb, amit nagyon furcsa kimondani, annak ellenére sokkal attraktívabb, meg proaktívabb a Róma játéka. Tehát, hogy a hatékonyság tekintetében még lehet előre lépni, szerencséje is van azért valóban ezeken a mérkőzéseken a Rómának egyelőre, de hát persze, ugye, hogy egy nagyon nagy igazságot elővegyek, annak van szerencséje, aki megdolgozik érte, jó nézni ezt a Rómet mostanában, és ez nagyon régóta nem volt elmondható csapattal. És egyébként tényleg én is erre akartam kifuttatni ezt a, az egészet, hogy szimplán Kálcónával, meg Derosszival kapcsolatban is azt kell mondjam, hogy ennyi idő alatt, meg ennyi mérkőzés alatt nem lehet megítélni normálisan. Ja. Nem néztek szemben megfelelőképpen sokszínű ellenfelekkel, kihívásokkal, helyzetekkel, rossz sorozatokkal. Ennek megfelelően teljesen ért, vagy teljesen nem érdemtelen, hanem felesleges belemenni olyan következtetésekbe, hogy most akkor rögtön ki kell mondani, hogy jó lesz-e, vagy nem lesz jó, vagy kinevezzük-e, vagy sem. Így ott a de Rossi lesz. Várj, na, na, na <laughs> ez, most Kálcónál nyilván ez még nem is tud felmerülni, mert tényleg volt négy meccsed, vagy ott a, a Nápoli is, vagy tehát most felesleges hová kapkodni az ő szerződés hosszabbításával. De Rosszival meg eleve ugye úgy egyeztek meg, hogy majd beszélgetünk a szezon végén. Igen, várjátok ki a szezon végét, és De Rossit meg végképp nem fogja elszépkázni szerintem sem. Kis ő, aztán abszolút az az ember, akit nem is lehet elszépkázni szerintem a tehát nem tudom, minek kéne történni, az nem tudsz olyan fel ellen neki, csak nem, nem, tudom, talán olasz szövetségi kapitány, amire azt mondaná, hogy oké, okay, akkor én most elmegyek Rómába. Tehát Boka nincs is hová Na? azt ez nem. Tehát, ha van forró kispad, akkor az bármelyik argentin hogy nem. Tehát oda épp ez, hogy nagyon nem vágyik, pláne nem Európából. De lényeg, hogy tehát nincs is miért hová rohanni a Rómánál, tehát nyugodtan meg lehet a szezon végét, aztán elbeszélgetni Dani élével, hogy hogyan tovább. És, és Jobban is teszik ezt teljesen egyértelmű. Tök jól néz ki eddig a Róma, de nincs miért kapkodni sem. Na no de, visszatérve, ne haragudj, Bence, belét folytom Semmi. a szót. Volt itt egy Napoli juvénk. Szerintem jól szórakoztál ezen is, Ádi. Nem? Na, na, figyelj, tehát Juve meccsen jól szórakozni, a Kell egy de így, ez az nem a az a, a Juve volt, ugye az a szezonban ilyen fiatal kezdőcsapata nem volt még a juve -nak. Hát és ez is jelentette valószínűleg a legnagyobb problémáját allegri szerintem, mert ugye itt ugye nagyon fiatal játékosok játszottak mondjuk Samuel ugye a balszélen, ami egy érdekes húzás is volt, nem tudok, róla, hogy Kostisnak lenne egyébként sérülése, vagy miért döntött, úgy, de azt már előre lehetett sejteni, meg azt ki is jelentette legelőre, hogy ő lehetőséget fog kapni, hogy Alcaraz is bekerült a kezdőbe. De ugye ennek oka volt az is, Charlie. hogy. Charlie Alcaraz. <laughs> Igen, hogy uh, Mekkeni és Rabio sem játszhattak. Kikerült középről azért két fontos játékos, hogy Mekkeni van, hogy ugye a jobb szélen játszani, akkor így egyértelmű, hogy Kámbiázó akkor ott fog játszani, ha már Kostis nem játszik, és akkor ugye Ling úgy kerül be ott a balszére. Aztán még ugye jöttek fiatal játékosok a későbbiekben is a pályára, és szegény Nonzs aztán ebből a szempontból meg főszereplővé váltott a mérkőzés végén azzal a taposásra, de ez meg közben egy szerencsétlen szituáció. Azt furcsáltam utána azt a cserét allegri ezzel együtt is ugye egy beserélte Nonzsot azt hiszem a 75. percben, és lecserélte a 90. ben ezután a büntető után. Nem feltétlenül ennek szólt, de ettől még nem mutatott jól. Tehát ugye egyértelműen próbál... Pedagógia. És a Sállegri sokat szorra csinálja ezt. Tehát, hogy ő fiatal játékosokkal olyan, mint a legrosszabb drámai filmekbe belerakott ilyen szigorú apa karakter. Minden hibádat, hogy tök mindegy, hogy hányadik meccsed a felnőtt csapatnál, úgy büntet meg, mintha elkezdeni csapkodni feléd az övét. És rögtön lecserél téged. És ez szezonok óta így van, hogy beteszegeti most már rendszeresen, mert egy irgalmatlanul tehetséges generációja van a Juventusnak most a, az akadémiájuknak a tetején, és ennek megfelelően sokan be tudnak férni a felnőtt csapatba, főleg, hogy azért pénzhiány is van, tehát, hogy így meg is lehet oldani, hogy ne kelljen kiegészítgetni nagyon a keretet, és valaki hibázik, akkor kész, repül le az 57. percben, míg a második fél időre kifuthatott, aztán sajnos kicsim, hát jöhet, lehet lejönni a pályáról, és ennyi volt. Úgyhogy én, én szerintem ez értem, hogy miért történt, de nagyon rossz pedagógia. Tehát nem teheted meg ezt egy játékossal, mert innentől kezdve megadtad neki a bizalmat, de hát azért annyira azért mégsem. És furán is nézett kiredes hogy ott a Juve a meccsnek a legvégén, mert akkor ugye vezetett megint a Napoli, akkor így a hosszabbításra felállt egy ilyen, nem tudom, 4-2-4-ben gyakorlatilag a Juventus, amit nem láttál tőlük, talán ever, de a alatt biztos, nem, és akkor ez majd akkor most megpróbálom még valamit kihozni, így a mérkőzés végén a két ilyen centerrel, ugye, mint Milik és Vlahovics. De egyébként is, tehát olyan nagyon sok elképzelést megint nem véltünk felfedezni a Juventus támadó játékában. Az, hogy Kéze így eltalálta a labdát ott a 80. percben, az az ő valahol szerencséje, meglátása, tehetsége volt. Teszem hozzá rögtön, hogy Kézából se sokat láttunk ugye egyébként a mérkőzésen. Tehát, hogy és picit van hasonló érzésem, mint Murinyóval kapcsolatban, ugye, hogy azért lehetne talán valamivel több ebben a Juventus keretben is, de közben meg a szezon nagy részében úgy működött a Juventus, és valóban annak köszönhető, hogy ott vannak még mindig a második helyen, hogy ez a fajta stabil védekezés végig megvolt az egész évadban akkor az ő védelmükben azt is elmondhatjuk, hogy működhetett volna éppenséggel egyébként Allegri felvázolt taktikája is, mert az imádkozás azért olyan szempontból hatékony volt, hogy ugye az a Kváraceria gól is kellett hozzá, egy Rugálinak ilyen szerencsétlen pat meg a lábán az elövés. Nem tudom, hogy megszerezte volna ilyen a Napoli egyébként a vezetést, hogyha nincsen az a Kváraceria gól, még akkor is, hogyha tényleg jobban játszott a csapat azért alapvetően a mérkőzés, vagy kezdeményezőben úgy tűnt, hogy működik a játék, és hogyha tényleg arról beszélünk, hogy akkor most hogy meg Kálcon, hát ugye volt ez a gól, meg a 11-es után a kipattanó 11-esből bepofozott la. Babda. Tehát, hogy ez volt a két gólya Nápolinak ezen a mérkőzésen, és ezzel tudták megnyerni ezt a rangadót. Tehát ez se feltétlenül azt mutatja, hogy azért olyan nagyon jól működik, vagy olyan olajozottan működik még ez a Nápoli gépezet. A, a Juvénak meg nincsen, nincsen, nagy gondja a BL indulással továbbra sem. Azért egy szót még Kvaráczéliáról, mert róla olvastam, hogy, hogy igazán ficánkol megint. Már ő a pályán, persze, abszolút. Működik ő is, de hát ez megint csak lehet egy ilyen hatás felszabadultság tekintetében, hogy megint úgy játszik a csapat, ami neki is igazán működik. Nyilván ott van Oszimen is, az is egy baromi nagy segítség. Itt látszott a kontraktnál is, hogy azért az a csávó az nagyon sokat tesz ezért a csapatért, meg azért, hogy egyáltalán helyzetbe tudjon kerülni. Tehát, hogy az a szabadrugás is, amit kiarcolt, amikor ott birkoztak Brémerrel, ugye az első fél időben még, ahogyan elmegy a kontráknál. Tehát, hogy az a fickó nem pusztán egy ember, aki befejezi jó hatékonysággal a helyzeteit, hanem irgalmatlan küzdeni tudás, akarás van benne, meg egy nagyon jó fizikum is hozzá, ami ebben szintén nagyon sokat segít. Szóval Ozimén is egy baromi csapatember, és egy nagyon, nagyon fontos összetevő ennek a nápolyi támadógépezetnek. Kátszodában az a biztató ténynek, hogy ő, amit elvártunk volna Rudi Gárciától, hogy ne tegye teljesen tönkre az, ami Spalletti alatt működött, azt ugye neki se jött össze, meg Márzárinak sem jött össze, Kárcona meg nagyon szépen visszahozza ugyanazokat a dolgokat, tehát nem, nem, éppen úgy néz ki jelenleg a Lápolinak a kezdőcsapata, mint nézett ki tavaly a bajnoki verseny, versenyfutás során, de ettől függetlenül ezek a, nagyon szabad kombinatív mozgások, amik a két széli a pályának megvannak a félterületben, a szélső hátvéd, a középpályások, meg az, az oldali szélső között, azok nagyon szépen megvannak. A letámadás az tényleg nagyon-nagyon jól működik, úgyhogy ezek igazából azok a dolgok, amik Spalletti alatt is hosszú ideig elröpítették a nápolita csúcsra, aztán szépen ellettek rontva, úgyhogy ebből a szempontból náluk lehet maximálisan pozitívnak lenni. Allegri kapcsán meg szerintem egy picit önismétlőek tudunk csak lenni, hogy ennek a játéknak nagyon, viszonylag magasan van a padlója, a plafonja az meg gyakorlatilag összenyomja az embert, hogyha ráállunk erre a padlóra, mert nagyon-nagyon nincsen magasan, és valóban megint csak el lehet azt mondani, hogy hát igazándiból ezzel az egyéni villanással akár meg is lehetett volna az, hogy egyébként szépen kijöttünk a végére egy XL, -el, és eljöttünk úgy nápolyból, hogy nem is tudom, hogy mióta nem tudtak nyerni már a Maradónában, de ettől függetlenül meg egyébként az van, hogy ezzel a kockázatkerüléssel, meg azzal, hogy arra várunk, hogy a másik hibázzon bele a labdabirtoklásba, annak az ki van szolgálat? Kíváncsi, hogy hol végezne ez a Juve a PL-ben. Nem? Hmm. nem vagyok meggyőzve róla, hogy top 6-ban lenne. Ez egy nagyon jó kérdés, egy nagyon, nagyon, izgalmas felvetés. Kácsonára visszatérve nekem még az eszembe, hogy kicsit olyan érzésem van ezzel a nápoly edző hogy a, a legenda szerint Magyarországon a rendszerváltás után ugye tömkelegével képezték át az orosz tanárokat, angol meg német tanára, és hogy Spalletti szemében volt egy nagyon jó angol tanár ennek a Nápolinak, de hiába van ott a kiváló angol nyelvtankönyv előtted, hogyha te nem értesz hozzá, és hiába próbálod meg azt megvalósítani. Már amennyire egyáltalán megpróbált ezt Rüdiger Szemádzeri, meg aztán végképp nem. Tehát azt az első pillanatok kezdve is engedte, aztán főleg amikor visszatért ugye a saját kis 3 4 3 os Tehát ott már gyakorlatilag tényleg orosz óra volt megint a végén Madzári alatt a Nápolinál. Úgyhogy most viszont kaptak megint egy jó angol tanárt, azt gondolom itt a nápoljak. Aztán, hogy milyen órák lesznek ebből, majd meglátjuk még. Az eredmény nyilván egy Juventus elleni meccsen magáért beszél, meg eufóriát gerjeszt egész Nápolyban. De a, Nápolyban. a lesz a sordöntő. Most beleve az mindent elmond a Nápoli hozzáállásáról a Bajnokok Ligában, hogy Zselinszkit ugye nem nevezték a keretbe tavasszal, ami a baromság csimbora szója. Úgyhogy most akkor mennyire fontos vagy sem ez az egész a Nápolinak, azt nagyon nehéz már csak emiatt is megítélni. A, a Juventusról, bocsánat, még majd Érdemes lesz év végén azzal kapcsolatban előállnunk, és nyilván ehhez talán majd Há, nem Márta is, hogy Benit... beszélünk, soha nem beszélünk. Oh, 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 Márta itt érdemes lesz ehhez segítségül hívnunk, hogy elég valószínű, hogy meg lesz a BL indulás. Uh -huh. Nem nagyon kell emiatt izgulni. Ismételten, így aztán végképp szerintem érdemes lenne föltenni azt a kérdést, hogy vajon Allegri nem gátja-e annak, hogy az uh -huh. új Juventus sokkal lendületesebben induljon fel, főleg, hogyha a BL tekintetében a pénz is meg fog érkezni egy picit ehhez a kerethez, főleg úgy, hogy tényleg így nagyon-nagyon-nagyon tehetséges játékosaik vannak, akiknek minél több lehetőséget kéne nyújtani, és minél több olyan lehetőséget, hogy a kapu előtt is Ilyen. konkrétan, tehát hogy lehessenek a az, már támadhatni. Mi a terben nyilván Allegrivel valóban azt még ezzel a kerettel is nagyjából elő tud irányozni, mondjuk egy BL indulást össze tud hozni, mert ez a játék azért még arra is jó lehet egy ilyen kerettel, meg Vlaovicsról befelé pattognak a labdák, most tegnap éppen pont nem, de egyébként igen, össze tud hozni annyi gólt ez a Juventus, hogy akkor egy BL indulás mondjuk lehet, hogy a következő szezonban is ki tudnának harcolni a Csak hogyha tényleg a jövőbe akarod építeni ezt a csapatot, és már megint a hétvégén itt tirogatták, hogy a gazettában is, hogy milyen fiatalokat néz ki most éppen Juntoli a keret frissítésére, Hogyha tényleg te azt szeretnéd, hogy ezek a játékosok már egy olyan játékot tanuljanak meg, amivel idővel valóban mondjuk harcba lehetnek, akár a BL győzelemért is, de az viszont nem állegri, azt nyugodtan kimondhatjuk. Ebben ebben én is egyet tudok érteni, főleg úgy tényleg, hogy az internél nagyon nem úgy látszik, hogy itt bármi elromlan a következő Igen. években, ha csak ki nem veszed, vagy már ott tehát vagy indzágít az egyenletből, de hát ennek semmi nyomát nem látjuk. A Milán minden évben ott van, hogy nagyon rendben tud lenni ez a keret, ők is azért most nagyon sokat frissítettek, és szerintem sokkal jobbak lesznek a következő szezonban, ne talán tán ott még adott esetben edzőváltás is lehet, tehát hogy itt azért lépni kell, tehát nem az Így van jön. várni, nem lehet semmire sem, mert hogyha a Juventus vár, akkor marad. el fognak menni mellette a, a riválisok. Utolsó dolog, hogy ezt ne hagyjuk szó nélkül, mert évente csak egyszer van ilyen, IFAP közgyűlés, ugye a Nemzetközi Szabályalkotó Testület szombaton ült össze, hogy megtárgyalja, hogy mi az, ami legyen, mi ne legyen, mi az, ami jó ötlet, mi az, ami kevésbé. Mondom, mi az, ami biztos. Július 1 bevezetik a plusz egy cserét agyrázkódás gyanúja esetén. Tehát, hogy bárhol jársz a meccsen, az plusz egy cserét jelent, hogyha te agyrázkódás gyanúja vagy agyrázkódás miatt cseréled le a játékosodat. Ez eddig rendben is lenne, és ez Tibi is többször már felhozta, hogy ez, ez nagyon fontos lenne. Ki dönti el. Csak hogy az, az, az talán nem is ez, mert szerintem azt az orvos oké... Okay, ez, ez volt a baj már korábban is, mert ugye azért volt ezzel kapcsolatos irányadás, vagy iránymutatás, hogy akkor kit ne engedjünk vissza a pályára, mert kifolytathatja a játékot, meg ki nem. De addig, amíg ezt ugye a klub saját orvosa mondja meg, hogy akkor ez most agyrázkódás vagy sem, addig azért ez minimum visszás. Tehát, hogy igen, ahogyan van a boxmecseken például, például, a hivatalos orvos, aki nézi a részvevők állapotát, egy ilyen delegátra lenne szükség az, hogy ezeket a mm -hmm. helyzeteket akkor meg tudják ítélni. Azért az ordenár egy csalás lenne, hogyha valakit le akarnak cserélni, és úgy tenne, mintha összefejezett volna az. valakivel, és áh, uff, nagy rászkódás, plusz egy csere. De kérdés. hogy amit itt el akartak érni a játékosok és az edzők is, elvileg ezt javasolták első körben, hogy átmeneti csere legyen. Azt, a például, igen. Azt de, hogy, ez, teljesen. teljesen nem illik a labdarúgásba, így van. Tehát, hogy, mert ugye a rögbiben ez van, hogy van egy ilyen sérülés, akkor ott azonnal mehet lefelé játékos, hogyha a fejsérülés gyanú van, és akkor tudják tovább vizsgálni a pálya mellett, és hogyha úgy van, akkor akár vissza is jöhet a későbbiekben. Uh, igen, nehéz történet, de közben meg én ezt abból a szempontból jónak látom, hogy valóban, ahogyan ez a hülye 10 perces kékkártyás baromság sem illik a labdarúgás hagyományaiba, ugye ez sem. Tehát akkor igen, akkor ez legyen plusz még egy lehetőség, ez egy tök rendben lévő dolog szerintem. Azt mondta Infantin, hogy piros lapot mutatott a kék lap. Gianni megmondta megint a tutit. I, today I feel red card. Ezt, ezt tudom mondani. Zsöszű red card, vagy nem <laughs> tudom. És még egy dolgot had. A javaslatok között egy dolog szúrta a szememet, mert hogy ez még izgalmas lehet. Az országonként Két legjobb bajnokság alatt tesztelik majd a következő szezonban. Többek között az, hogy a kapus 6 helyett 8 másodpercig tarthatja a kezében a labdát. Eddig sem működött a hat. Pont ezt akartam hogy tegye fel a kezét az a kedves nézőnk, hallgatónk, aki látott már olyan játékvezetőt, aki 6 másodperc után lefújta és megállította a játékot, és közvetlen szabadulásított szabad az ellenfélnek. Tehát kizárólag a videójátékokban történik, ott meg ugye kirúgatja veled a gépét, tehát Így hogy van, nem, nem tudod. Ja. Na de, itt jön a csavar a nyolc másodpercből, amire növelik ezt a dolgot, Ötöt a játékvezető a kezét felemelve leszámol majd. Akkor 8-at Ez a kosárlabdában ugye 8 másodperc. másodperc perc. A, ja, meg a felhozni a labdát így. Van. Igen, azt, azt van, ahol Európában még számolják, tehát, hogy emlékszem, azt nekem is még számolnom kellett így, így kézzel. De... Hát gondolom azért van, mert hogy ahhoz kettő kész kéne, és hogy akkor... De akkor miért emel 8 másod... Másod... Eleve nem értem, miért egy 8 másodpercet, tehát ez még mindig nem ment át nekem. De egyébként meg, ha meg lecsökkentenéd mondjuk ötre, lehet, hogy egy fokkal jobb is lenne, meg akkor, akkor, azt meg, meg, is tudod így van egy kézzel már oldani. És hogyha... Illetve az lehet még a megoldás, hogy bár mondjuk az is kevés, Heliberinek van azt hiszem hat lábúja, hogy akkor ő tudná azzal jelezni esetleg a... Minden meccset akkor neki kell vezetnie. <laughs> Csak hat, hat új, új játékvezetők jelentkezhetnek majd a képzésre. Nem, akartam valami komolyat mondani, de ez nagyon, nagyon, nagyon elvitte más irányba a dolgot. A Na, figyelünk. Azt szerettem volna, hogy egyébként talán ez a, az ötre lecsökkentés is azért nem is lett volna egy elvetendő dolog, mert közben meg ugye folyamatosan elvileg a szabályváltoztatások mögött az van, hogy gyorsítsuk a játékot, több tiszta játékidő legyen. Hát akkor vegyél el abból, amit így el van, tudnak lőgni. És, akkor és ez volt a cél, rá. ez volt mögött, amit most mondtál. Tehát, mm. hogy, de akkor ez miért fog segíteni? Ez a hogy 8 másodpercük lesz a hat helyet, amit eddig sem figyelt egyébként senki. A nyolc másodperc úgy tűnik, hogy számukra reális. De miért jó? De nem hát, a hat is látszik, hogy túl sok. Tehát, hogy a nyolcat meg akkor végképp nem. Tehát nem, ezt semmilyen szinten nem értem. Na mindegy, erre kíváncsi vagyok, ahogy majd a játékosok is a játékvezetővel együtt elkezdik a rászámolás, mint a boxban. <laughs> Jó van, ezt én nagyon várom egyébként, hogy mik lesznek még itt a változtatások, mert úgy tűnik, hogy, hogy most több pörög, így, mint hogy a videóbíró óta több lenne itt a valóban gondolkodás, együtt gondolkodására, hogy minket. Ugye átvették végül azt is, amit a Csabi szintén propagált nagyon, ugye, hogy csak a csapatkapitány beszélhessen a játékvezetőhöz. Igen. Hát az fel lett vetve, hogy esetlegesen megtörténhet, hogy ez így fog, így fog folytatódni a következő szezontól, kezdve igazából ezt én üdvözölni tudom. dettó Az, a, az a véleményem. Csak tartsák be. Ne úgy, mint a Premier League-ben is többször is volt, hogy egy szabályt elkezdtek alkalmazni, ja, de a La Ligában is, tehát, hogy a talpolásért egy -e más, más, más kezdtek, a meg az, iránymutatás, innen. és más az, hogyha tényleg hozunk egy ilyen szabályt. Igen, 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 számtod, igen, 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 True. Na jó van, Köszönjük szépen. Azt hiszem, hogy mára ennyik voltunk. Viszont a héten megint vannak BL meccsek. Igaz a napoli nem most van, vagy barca napoli Az majd jövő héten, de ettől függetlenül izgalmas párharcok várnak ránk, és utána izgalmas bajnokok rizsálják. Úgyhogy tartsatok velünk holnap is, holnap után is. Aztán meg nyilván jövünk még fentezi adással is. Köszönöm a meghallgatást, megtekintést. Sziasztok! Sziasztok. Hello.